Sziasztok! Ez itt a The Walking Hoon, és a mai videóban egy újabb előzetes elemzést hoztam el nektek, a következő azaz az a 13. részből, ami ugye vasárnap fog kijönni, vélemények, tippek, jóslatok, mi történhet majd ebben a részben, milyen események fognak lezajlani ebben a részben. De még mielőtt belevágnánk, szeretnék egy dolgot bejelenteni: méghozzá azt, hogy csináltam a YouTube fiókhoz egy Instagram oldalt is, ugyanúgy a Walking Hoon néven, úgyhogy azt is be tudjátok követni. Ott is lesznek mindennap érdekes, kontentek érdekes, képek érdekes, hírek, tartalmak, teóriák, bármi, ugyanúgy, ahogy itt ezen az oldalon. Úgyhogy tényleg, aki szeretné nyugodtan kövesse be, a link lent van a leírásban, ott megtaláljátok. De hát akkor nem is pofáznék tovább, hanem kezdjük is el a videót. Na most ugye az első felvételen Tarát láthatjuk. A kedvelt, a közkedvelt Tarát, akit igazából én alig várom, hogy meghalljon, ez csak mellékes. És hát azt láthatjuk, ahogy igazából zombikat ölnek, illetve nincs is egyedül, mert mellette van Magna, akkor Koni az nincs mellettem, mert az derilékkel van, akkor a Koninak a, a haverja az a, az a, gyerek, ugye, azt mindenki tudja, már de a nevét nem tudom, szóval aki tudja, azt kérem írja meg kommentbe, mert tényleg szeretném mindenkinek tudni a nevét, nem akarom úgy hívni, hogy mit tudom én, a bagoly meg a verém, a szóval igen, tehát azt láthatjuk ezen a klippen, hogy ugye zombikat ölnek, illetve hátranéz tara, és valamit nagyon megnéz magának, ilyen nagy ilyet szemekkel. Na most erre a klipre kettő darab tippen van, itt vagy suttogókat lát, és azt nézi őket éppen, hogy mi a francot csinálnak, vagy őket is meg akarják majd ölni, vagy nem tudom, tehát vagy suttogókat néz, vagy a második tippem, hogy valakit mondjuk utál, és mondjuk az ott jön. De ez olyan hülyeség, tehát ennek sok esélye nincs, inkább annak van esélye, hogy szerintem suttogókat néz, akkor menjünk is tovább. A következő jelenetem bétát láthatjuk, ahogy ugye megy a zombi hordákkal éppen és irányítja és ő van egyedül, én egy őt látom csak ott igazából suttogónak, viszont a következő klippekben bebizonyosodik, hogy nem csak ő van ott, hanem vannak még a suttogók viszont most ő ott a fővezér, itt valószínűleg egyébként az a tippem, hogy hát ugye ott van az a panel, ahová derilékbe mennek amit mond is az előzetesben hogy ide menjünk be, vagy nem tudom vagy ilyesmit mond, és ugye valószínűleg a mellett megy el, és itt lesz az a jelenet ahogy majd ránéz derilre bocsánat, és ugye ott lesz az a jelenet is, ahogy majd a deril nézi bétát ugye a panelból, ugye Kint, úgyhogy az a jelenet nagyon durva lesz, ugye, hogy nézik egymást. Szerintem valószínűleg, hát az előzetesben így van összevágva, hogy ugye egymást nézik, hát valószínűleg így is lesz, így is fog megtörténni majd a részben is, hogy Derir ránéz Betára, Vétára, illetve Béta visszanéz derélre. Úgyhogy ezt a jelenetet nagyon várom, és azt a jelenetet is várom, mikor ők verekedni fognak. Na de menjünk is tovább, a következő jelenetben Kerolt láthatjuk, illetve Jerry-t, akkor ők még pár embert, nem tudom, hogy van-e ott még valaki, én úgy látom, hogy csak hárman vannak. Hát ők igazából csak beszélgetnek, hogy hogy legyen, ugye ahogy az előzetesben mondja, hogy a vásár lehet az utolsó megoldás, mert ugye ők egy vásárt, tehát ilyen cseréljen vásárt, de inkább cserének nevezném, ugye a királyság. Meg Alexandria, meg akkor azt Passzem nincs benne, nem tudom, aki tudja, az írja meg, hogy benne van ebbe a vásárba, és erről beszélgetnek valószínűleg. Ez a tippem, úgyhogy itt ez nagyon nem is érdekes, nem is érdekel annyira engem se, úgyhogy menjünk is tovább. Na most a következő képen Lédiát, Konit, Henryt és Derit láthatjuk, ahogy ugye Koni mutat egy ilyen panára, valószínűleg a panára mutat, ugye, mert a következő képen is a panelházat mutatják, hogy ugye oda menjenek, be gondolok ott bújanak meg, vagy valami ilyesmi gondolom ezért mutat rá. És ugye, tehát gyakorlatilag ebben az előzetesben szinte le is van írva nagyjából, hogy mi fog történni, de azért egy-két érdekes jelenet egyébként ebbe is van, amit nagyon nem tudok megmagyarázni, szóval csak tippelni tudok. Hát itt is százszerzelékre tudom, hogy gondolom azért, hogy azért mutat a panelra, hogy oda menjenek be, úgyhogy menjünk is tovább. Következő jelenetben láthatjuk azt a házat, illetve azt a panelt, amit előbb mutatott Koni, hogy oda menjenek be, illetve oda fognak bemenni, és azért teszem bele, mert nagyon jó, tehát nagyon jól néz ki, nekem kicsit az első évad hangulatát például amikor Rick ment ugye a lóval, ö, ugye vissza ugye Atlantába, ugye amikor találkozott Gelenékkel, na nekem köb, körülbelül ilyen hangulatot idéz, tehát rohadt jól néz ki. Ez az egész rész, ahol majd bunyózni fog Deril is, illetve Beita, úgyhogy menjünk is tovább. Következő jelenetben Derit láthatjuk, ahogy ugye nézelődik, illetve néz valakit, vagy valamit, hát inkább valakit, itt gondolom 100%-ra biztos vagyok benne, hogy itt bétát névi látszik a szemén, hogy milyen nem is az, hogy dühös rá, hanem egyszerűen egyszerűen ez az el akarlak pusztítani szem, ez az, az a nézés amikor valakit már tényleg bunyó lesz, és így nézed messziről a távolból, és így próbálod őt így oda csábítani magadhoz, hogy na gyere köcsög, ugye? Szép magyar színvonal. És gyakorlatilag KBS ezt látom derél szeméből, hogy na gyere, és agyon ütlek, rohadék, megverlek, és egy és gyűlöletet látom derél szeméből, hogy kicsit már most gyűlöli Bétát, pedig még nem is ismeri igazán. következő jelenetben hát B, tehát láthatjuk, ahogy néz valószínűleg itt Derilre re ő is ugyanolyan szemmel, hogy meg foglak ölni, és megöllek. Tehát ő belőle is ugyanezt látom, mint Derilből, hogy ő is nagyon dühös Derilre, pedig ő se ismeri Derilt, és tehát itt valószínűleg itt 100 ez nem is tipp, hanem ez 100 hogy ő is úgy lesz megcsinálva, hogy majd nézik egymást, és ő egyébként most a Derilt nézi, úgyhogy menjünk is tovább. A következő jelenetben Bedez, Derilt, illetve Lídiát láthatjuk. Egyébként Henryt és Konit nem tudom, hogy elvesztették-e el út közben, de nem látom őket nagyon. És ez valószínű, hogy még azelőtt a jelenet előtt volt, mielőtt az előző jelenetben ugye a Deril nézi a bétát, tehát valószínűleg őt még nem nincs ott beta, hanem még azelőtt, mielőtt felmennek a panelba, ugye mondja Deril neki, hogy, hogy hát ugye ő, ő beta, ő a legkeményebb, és akkor mondja neki Lídia, hogy igen, ugye rádza a fejét, és akkor mondja, hogy good, de kill first, tehát hogy őtől meg először, ami túl nagyon creepy az ő szájából. Tehát egyébként by de tömören összefoglalva erre a jelenetre leszek a legkíváncsibb, amikor ők verekedni fognak, de mindegy, akkor menjünk és tovább. A következő jelenet egy kicsit érdekesebb jelenet, ugye Jerry-t láthatjuk rajta, illetve a következő jelenetekből, ezen még csak Jerry van, de a következő jelenetekből kiderül, hogy ott van mellette Carol is, meg még a királyságból pár ember. És ugye egy barom érdekes dolog az, hogy ők még nem tudnak ugye a suttogókról, ugye a királyság illetve Alexandria is tud róla, és Hiltop is, a királyság nem. Tehát ez a rohadt dolog, hogy ők mindent utólag tudnak meg. Mármint igazából ez Carolra igaz, hogy Kerol az mindent utólag tud meg egy év múlva, de nem mindegy. Erre a tippem az egyébként erre a jelenetre, hogy jerry valószínűleg vagy jönnek a királyságból katonák, és azt nézi, mert ugye a következő klippen láthatunk ilyen lovasokat, vagy ő is valami furcsát lát a zombik között, lehet ő is most veszi észre a suttogókat, nem tudom, itt, itt gyakorlatilag ez a jelenetre, ez a két tippem, van nagyon nem tudom elképzelni, hogy itt mi történhet, mert azt látom, hogy itt nem nagyon, nem a vására várnak, illetve nem a cserére, úgyhogy én nem tudom, mi fog itt történni, de menjünk is tovább. A következő jelenetben egy kidőlt fát láthatunk, illetve a háttérben mögötte lovasokat, akik lóval jönnek. Na most egy dolgot tudok erre tippelni, hogy ezek a királyságból van ló emberek valószínűleg, és azt nézi, lehet azért mondtam, hogy azt nézi a Jerry az előző jelenetben, vagy lehet, hogy a Hiltobból az nem valamelyik emberek, ugye a katonák, vagy lehet, hogy lehet, hogy a Hiltobból a katonák jönnek oda, hogy értesítsék őket is a suttogókról, ki tudja, lehet, hogy Alexandriából, nem tudom, erre sincs sok tippem, katonák valahonnan, azt tuti, úgyhogy menjünk is tovább. Következő jelenetben Bétát láthatjuk nagyon bedeszül, ahogy ugye megy a hogy hívják, ugye derélt keresi gondolom, illetve megy be a zombikkal, ugye, illetve még biztos van mellette pár suttogó, mert a következő jelenetekben is láthatunk majd még suttogókat, de szerintem itt Béta megy ugye derélhez be az épületbe, úgyhogy ez a jelenet hát rohadt érdekes, de abból a szempontból nem érdekes, hogy tudjuk, mi történik rajta. Ugye látjuk azt, hogy a lépcső mennek fel ugye a zombik, illetve látok én ott szerintem suttogókat is, úgyhogy szerintem azok suttogók valószínűleg, de nem is tudom, hogy a lépcsőn a zombik fel tudnak-e menni egyébként. Hát valószínűleg tudnak úgy közlekedni, hogy a lépcsőn felmennek, mert nem láttam tényleg még a Walking dead csak max az elején az első évadban, amikor ugye futottak a rikkék, a mörl, vagyis már nem emlékszem, hogy mi volt az a lényeg, amikor a möl mentek a zombik, de akkor még ugye szinte majdnem futottak, és akkor ott ugye mentek fel. Na most azóta nem láttam a zombikat ugye lépcsőzni, úgyhogy elég érdekes lesz. Valószínűleg egyébként ezek suttogók, és mennek keresni vagy derilt, vagy ugye lehet a Lídiát keresik, ugye na mondja mondjuk nekik a béta közben, hogy te menjél, keresd meg a Lídiát, meg a Henryt, én kell intéznem ezt a seggfejt, ugye derilt, úgymond, úgyhogy menjünk is tovább. Következő jelenetben ugye Magnát és a Hiltopi csapatot, hát ott már ők is ugye oda tartoznak hozzájuk, úgyhogy mondhatom így, ugye a Hiltopi csapatot tarát nem látom, ő lehet már előle szalad, de a Hiltopi csapat szalad valahova, és nagyon megvan ijedve, vagy én nem is tudom, hogy miért szaladnak ennyire, lehet egyébként, hogy ők suttogókat láttak, vagy nem tudom, lehet, hogy éppen zombit ölnek, erre ez a két tippem van, vagy valami olyan dolog történt, még van egy harmadik tippem is, hogy lehet, hogy éppen megölt mondjuk valaki valakit, tehát lehet, hogy mi éppen megtámadta talált egy suttogó, és mennek neki segíteni, tehát, mert talált nem látom a képen. Úgyhogy csak ezt tudom elképzelni, vagy még az a másik tippem, ugye, hogy éppen egy zombit ölnek, vagy nem tudom, de nem tudom, miért futnak ilyen ilyetten. Hát én akkor futok ilyen ilyetten, ha valami probléma van. Valahol mondjuk valakit megtámadtak, vagy nem tudom, valami veszélybe van valaki, vagy valami ilyesmiket. Hát itt ilyesmit tudok erre a jelenetre elképzelni, úgyhogy menjünk is tovább. Következő jeleneten zombikot láthatunk. Ö, hát gyakorlatilag gondolom, lehet ez az, amit mondtam előbb, hogy ezek között a zombik között voltak a suttogók, akiket lehet már előbb amúgy megöltek, ugye a magnáék, úgyhogy lehet, hogy ezek azok, ez az a horda, amit a suttogók irányított, lehet ez az, ami megtámadta Tarát, ha megtámadta, vagy valakit megtámadott, a suttogók ezzel a hordával együtt megtámadtak, tehát ezt nem is akarom tovább így bonyolítani, mert már én is bele gabajodok -e a mondandómba, úgyhogy itt szerintem ezek azok a zombik, akik Kert a suttogók irányítottak, úgyhogy menjünk is tovább. Na most ugye a következő jelenetben Kerolt, illetve Ezékiát láthatjuk, ahogy ugye néznek valamit, hát valószínűleg az a tippem, hogy ők is azt nézik, amit a Jerry a távcsövével nézett, ugye, hogy uh, jönnek azok a lovasok, gondolom ők is azt nézik, lehet, hogy épp itt várják a királyságot, a királyságot, a bocsánat, a Alexandriát, ugye, hogy cseréljenek, és a vásár ugye megtörténhessen, vagy nem tudom, uh, Úgyhogy gyakorlatilag gondolom ezeket a lovasokat nézik, úgyhogy menjünk is tovább. De egyébként nem tudom, hogy kire várnak, mert valakire várnak, nem tudom, hogy kire, de tényleg most már menjünk tovább. Következő jelenetben Ezékiát, jel, illetve még Jerit is látom a háttérben, és nem akarok így előre semmit lelőni, de lehetséges egyébként, hogy ez az a hely, ahol ugye a Deril verekszik a hogy hívják kal, ugye a bétával, és lehet, hogy ők is itt fogják meglátni a suttogókat, azt is el tudom képzelni, hogy lehet ezért kell itt fog meghalni, bár az egy elég brutális dolog lenne, de a suttogók tényleg nagyon sok áldozattal járnak, vagy lehet, hogy majd ők szakítsák ugye félbe majd a derilés a béta bunyóját, lehet, hogy ez az a hely, ugyanazon a helyen vannak, de még az is lehet, hogy nem. Mindegy, az a nélkül, hogy itt valahova megy ugye a Jerry, illetve Ezekiel, meg még lehet a többiek is, csak őket még nem látjuk, még csak most érnek be az ajtón. És nem tudom, tényleg ez az egy tippem van erre a jelenetre, úgyhogy menjünk is tovább. Következő jelenetben ugye derít láthatjuk, ugye a nyilpuskájával, ugye várni valakit, vagy valamit. Hát itt két tippem van, vagy zombikat lő le éppen, vagy éppen Daryl ugye várja a bétát, hogy megtámadja, és nem tudom. Tehát inkább arra tippelek, hogy itt még zombikat lő le, és itt még ö, nem számít arra, hogy majd most Béta megtámadja, és majd Béta ilyen hirtelen fog, ugye, hogy az előzetes végén van kiugrani a semmiből, és a falhoz nyomni. Egyébként ez nagyon érdekel, úgyhogy menjünk is tovább. Következő jelenetben Konit láthatjuk, végre őt is láthatjuk, és biztosok benne, hogy ő is ugyanebben az épületben van, ahol Daryl valószínűleg és gondolom Lidé is akkor ebben az épületben van, illetve Henry a következő jelenetben el is fut, szóval ő is ebben az épületben van 100%, de itt most azt tudom elképzelni, hogy gyakorlatilag a koni, ugye, hát vagy zombikat, vagy suttogókat éppen ugye lő le azzal a nem tudom, hogy hívják a paritja, vagy nem tudom, most nem tudom a nevét most hirtelen, így nem jutott eszembe, úgyhogy majd valaki tudja, mi az írja meg kommentben, mi a neve a cuccnak, ugye, és az a valakit ugye megöl éppen, vagy valamit, lehet, hogy zombit, lehet, hogy suttogót, lehet, hogy egy embert, annak kevés az esélye, úgyhogy mondjuk a suttogók is emberek, szóval én vagyok inkább a hülye, úgyhogy menjünk is tovább. Na most ugye a következő felvételén, felvételen Henryt láthatjuk, ahogy szalad valahova a botjával, ha jól látom, van valami a kezébe, lehet, hogy a világ megváltó botja. Ö, itt egy tippem, lehet a derét megy megmenteni. Előtt ő fogja félbeszakítani majd a bunyót, beta és derék között, bár mondjuk nem hiszem, hogy félbe lesz szakítva, mert valaki nagyon el lesz verve. Tehát gyakorlatilag tényleg véremenő harc lesz majd Daryl és ugye béta között. Na de most visszatérve erre a Henry képre, hát gyakorlatilag azt tudom elképzelni, hogy vagy a, éppen a derét megy megmenteni, vagy nem tudom, lehet, hogy Kerolékhoz szalad, bár nem tudom, lehet, hogy evékkel is ugye lehet ebbe az épületben, és hozzájuk falad, nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy itt mi fog történni. Ez a két tippem van, tehát vagy a deréles, vagy ugye evékkelékhez falad. Ha jól indulok ki, és tényleg ezékelék is itt vannak, akkor hozzájuk szalad, úgyhogy menjünk is tovább. Következő jelenetben ugye derét láthatjuk ismét, ahogy ugye amit ugyanez az előző jelenet, csak más szemszögből, más kamera angleból, ugye, ugye, más kamera szögből, ugye, hogy vár valakit, vagy épp lőle egy zombit, lőle egy suttogót, vagy épp betát, bétát várja, mindig félre mondom, bocsánat, tehát, ja, úgyhogy ezzel nem is foglalkozok többet, mert ez ugyanaz az előző jelenet, hogyha menjünk is tovább. Következő jelenetben egy suttogót láthatunk egy késsel a kezében. Hát erre az az egy tippen van, hogy gyakorlatilag keresi Henryt és Lídiát, ugye? Mert hogy Béta megbízta, hogy amíg én megölöm a Derilt, nyilván ő nem tudja a nevét, de ameddig én megölöm ezt a fiskót, addig te hozd elő, kerítsd elő, mit tudom én, a Henryt, meg a Lídiát. Valószínűleg ezt tudom itt elképzelni. Következő jelenetben Lídiát láthatjuk, nagyon ilyet fejjel, hát gondolom azért van megijedve, hogy Daryl bunyózni fog Bétával, vagy Henry is veszélybe került, mert mondjuk lehet Henry épp keresi az a suttog, amit elő, akit előbb mutattam, ugye, az előző jelenetben, vagy nem tudom, tehát ez a két tippem van, vagy hát nyilván egy szituáció, olyan szituációban vannak most, tehát nyilván én is meg lennék hát, Mi van, megöli derít a béta, már annak azt azért nem örülnék neki, meg annak kevés az esélye. Meg, remélem, nem is lépik meg ezt a készítők, meg az, hogy be, bétát megölik, de szerintem itt azért van megijedve maga a szituáció miatt, van így megijedve a lídia, hogy hogy mi történik, úgyhogy menjünk is tovább. Na és ugye itt az utolsó jelenet az előzetesből, amit most már tényleg azóta várok, miután megláttam legelőször ezt a jelenetet. Ugye itt lesz a Deril VS Beta bunyó, amiről egyébként annyit kell tudni, hogy Ryan Hurst, ugye, aki játszott a bétát, leírta, hogy nem akar spoilerezni, illetve nem is engedik neki nyilván az hogy elmondja, de egy három script, azaz három oldalas, ilyen A4-es lapos verekedéset kellett eljátszaniuk ugye a színésszel normal Reedus, azaz Daryl-lel, úgyhogy itt egyébként arra tippelek, hát nem is tipp, hát itt nem is kell tippelni, ez száz százalék, itt lesz a bunyó, hogy neki nyomja a falnak azt a rohadt, tehát még a hátam is borsózik, ha belegondolok, hogy itt valaki nagyon meg lesz szalázva. Azt nem gondolnám, hogy itt valaki meg fog halni, de nagyon durva lesz az tuti. És egy három script lesz, akkor remélem úgy fog történni ez a bunyó, hogy nem két percig fogják mutatni, hanem legalább egy 5-6-7, akár 8 percet is el tudok képzelni, hogy addig mutogatják majd ezt a bunyót, és tényleg alig, alig akar vége lenni majd a Deril és béta között, mert ugye a képregényben Eagernel is verekszik, Úgyhogy tényleg rohattó várom, és rohadt durva jelenet lesz, illetve lesz egy videó is, erről délél VS Beta, hogy ki fog nyerni, ugye még ezen a héten jön róla egy videó, úgyhogy már nagyon érdekel, remélem titeket is. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy újra végighallgattatok, és végignéztétek ezt a videót, köszönöm szépen a figyelmet, én már nagyon várom ezt a részt érni, remélem ti is. Írjátok meg a véleményeteket, észrevételeiteket kommentben, mindent elolvasok, akár ezzel kapcsolatban, akár Deril VS Beta. Szerintetek ki fog majd nyerni, ki alázza meg majd a másikat, persze erről még majd lesz egy videó. Na tényleg nagyon szépen nem pofálok tovább, nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Jók legyetek, szép hetet, sziasztok!